Azért az így kemény, amikor így, így esténként ülsz, aztán potyognak a könnyeid, mert hiányoznak a gyerekek, és akkor nem lehetsz velük, mert hogy igen, és akkor ez ne. De ez egy tök jó ilyen önértékelési dolog, amin át tudtam menni. Nyilván sokszor megkapom, hogy jó, de hát akkor miért váltak el? Nem működött abban az életszakaszunkban köztünk az a kapcsolat. Nyilván sokan azt mondják, hogy a gyerek összetartó erő, meg a gyerekek miatt legyünk. Nem. Szóval ha a gyerek egy olyan légkörben van, hol tényleg veszekedés van, és ennek főtanulja, az nem jó. Akkor inkább legyünk külön. Mióta így külön vagyunk, nagyon sok mindent meg tudtunk beszélni, és meg tudunk beszélni olyan dolgokat, amit akkor nem tudtunk megbeszélni. Ez kellett. Egyébként, hogy ez megtörténjen, az, hogy épülni tudjunk, fejlődni tudjunk, a szabadon is tudjon fejlődni, én is szembe tudjak nézni a saját hibáimmal. Nagyon, miért nagyon nem vagytok újra együtt? Azokat a dolgokat, amiket egymásnak okoztunk, fájdalmat, azt tudjuk megbeszélni. És tudjunk egymásnak megbocsájtani. Amíg nincs megbocsájtás, addig felesleges bármit is újra kezdeni. Az Ilyen az élet mai vendége, Kucsera Gábor, szevasz! Szia, Gábor! Hát idestova, két éve, hogy futottunk a szigeten. Mindig azt mondom, sok kap történt velem, de hát amúgy szerencsésnek mondom magam. Szereted az életet, és téged szeret az élet. Na igen, igen, kölcsönösen szeretjük egymást. Ja, betartunk egymásnak kölcsönösen. Hát azóta elég sok minden történt veled. Azóta nagyon. Hogy vagy, Kucsi? Köszönöm szépen, jól vagyok. Most jól. Most úgy érzem, hogy a helyemen vagyok. Gyerekek. Jól érzem, gyerekek azok jól vannak, fantasztikusan nőnek, mint a bolondgomba, úgyhogy jó. Hát Beni már 10 éves, most már negyedikes, szerelme van. Minden héten más. Egy van neki, vagy minden héten más? Nem, mondtam, hogy fiam, egy. Bemutatta már neked? Elkövesd apád régi életét, egy. Bemutatta a szerelmét neked? Persze, imádom, minden este szoktál. Nem minden este, de esténként szoktunk egymásra csacsogni. Jaj, ez óriási. Persze. Közös programok is. Hát ez korán. 10 éve. Apja mikor kezdte? Nem tudom. Kávé így. Az apja már óvodában bölcsőben. És ugye ebben a periódusban elváltatok Szabinával. Nem váltunk el, tegyem hozzá, hogy nem váltunk el egyébként. Nem. Hát az a média. Külön éltek. Külön élünk, igen, de nem váltunk. Hogy vannak a gyerekek? Nem. Veled, vele megosztott? Megosztott. Hát négy napot ő, négy napot én. És vannak közös programok is. És akkor menedzseled egyszerre a hármat? Egyszerre a hármat, igen. Az igen. Az buli? Buli, ja, én is. Ja, tanulni kellett egyébként? Nem, egyébként nem tudom, nekem úgy ez így jön szerintem, mint más nőknél az anyaság ösztönből nálam, vagy ez az apaság egy ilyen tök ilyen ösztönből jön, szóval nem kell nagyon magamat megerőszakolni. Régen nyilván én is mindig azt hittem, hogy hú, de apuka vagyok, milyen jó apuka vagyok. Aztán így azért az élet azért engem most azért tanított rendesen, és aztán rájöttem, hogy azért mégsem vagyok az a tökéletes apuka, de ez pont jó, mert az ember mindig tanul, és még jobban egyébként most így szorosabb a kapcsolat, még jobban odafigyelek rájuk, szóval nekem is azért mások lettek most már a fontosak. Engem a gyakorlati része érdekelne. Három különböző korú gyermek, ugye? Igen. Közel 3 éves az egyik kislányod, utána 5, és ugye 10, Beni 10. Igen. Tehát iskolába viszed másikat, óviba és bölcsőbe. Hát ez az apataxi. Igen, ez reggel indul. És kit raksz le először? Először a Benit rakjuk le, aztán utána a Bellát rakjuk le, akkor Millával bevisszük a Bellát, és akkor utána meg a Millát. A szép. Hogy örülhetnek itt a... Te is sportolnak? Bence sportol, Bence focizik. Milla meg táncol. Pont ez a KED, mert nem a hétfő, meg a szerda, hát az ilyen kaotikus, hogy a gyerekeket felszedem, hogy a Milla 5-ig táncol, akkor föl kell szedni a Millát, de Benit már felszedem 4-kor, hazaviszem, visszamegyek a Milláért, 5-re meg a Belláért, hazaviszem, levetkőzünk, akkor Beni elkezd öltözni. Akkor elkezdem öltöztetni a lányokat, bejövünk a kocsiba, lemegyünk foci edzésre, akkor foci edzésre visszajövünk a lányokkal, levetkőztetem őket, egy óra múlva felöltöztetem őket, újra lemegyünk, följövünk, és akkor utána jön a fürdés, mosdás, vacsora. Jön az alapkérdés. Na. Kaja hogy van? Kaja? Jó, én főzök. Az igen. Szórakozol? Nem, főzök. Tényleg ők súlyban, oviban, előre megfőzöl? Én nem, mert akkor egy este mindig oldalakon nézek valami könnyebb kajákat, amiket gyerekek itt szeretnek. A 20 perces kaják, nem beírtak? Az a tippak meg vannak, szeretik, imádják, úgyhogy tésztákba verhetetlen vagyok már, hogy nagyon. Igen. A lányok azok, ezek a főtésztát esnek magába. Egy idő után közlik, hogy jó, de akkor ott van a virsli.
Johnny Joker. Az mindig van a hűtőben. A titkos recept, az mindig van a hűtőben. Úgyhogy az van. Majd nincs vagy. Hát én ezt élvezem. Egyébként azt a részét nem még a Milla most kitalálta, de meg a Bella, és akkor persze akkor Bella is, de egyébként meg így megesznek rendesen, mert egyébként a Milla sokszor fénnyel táplálkozik, szóval én nem értem, hogy mit, de hogy. Ezek a, tudjátok, a szüleitek nektek is saját katonák. Igen. Na, azt, az attól ki vagyok. Amikor megvajozod, az macerás, macerás, vágod a sonkát, sajtot, mindent kis, úgyhogy ők úgy eszik a szendvicset, úgyhogy ezt úgy kell csinálni. De elmondom neked, hogy viszont amit látok, hogy valójában te imádod ezt a apuka szakmát. Jó, én nagyon szeretem. Ennek valahogy ez kapcsolódik ahhoz is, hogy elkezdtél tábort szervezni gyerekeknek? Igen, én szerettem volna mindig is gyerekekkel foglalkozni. Én úgy éreztem, hogy így a gyerekekkel jól tudok bánni, meg szerencsére csípnek engem. És gondolkoztam a kajakban is annó, hogy edző leszek aztán jött az érzés, hogy elveszem a gyerekektől azt az időt, amit velük lehetnék. Akkor hétvégén is edzés, napközben, délutánonként edzés, nem tudok értig menni. Egy edzőnek mindig vannak az kedvencei, otthon miről beszél, a kedvencről, az hogy esett a gyerekeknek, szóval ezt a részét így átgondolva, ezt így nem akartam belemenni, és akkor, de valahogy éreztem, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni. És akkor innen jött ez a tábor. Illetve hát a farm és a gyerekkorom emléke, és akkor így összegyúrtam ezt. Mondjuk egyébként hozzáteszem, hogyha az ember visszanyúl a gyerekkorába, és akár egyszer is, netalántán többször, vidéken, egy ilyen, hát az a elbújók, megtaláljuk. Hát az nagyon kalandos, persze. Kalandos, ablakba beleugrani. Igen. Érted? Igen. Nem indul a trabant, amit egyéb egyszer használnak be a szónokban. Egyébként attól nem. Nekem itt van, majdnem ütőjelen mellett, majdnem így. Hú, azt látom. Fejést ugrottam egy... Akkor is ott jó ötletnek. Akkor eljöhetett, nővérem bevágta előttem az ajtót, meg a másodnak a tesón. Pont emlékszem, el voltunk különítve, mert veszekedtünk, és akkor konyha volt középen, egy régi parasztház, nagyon szerettem, és akkor egy szoba, két szoba, és akkor kergettük egymást, becsapták, én meg hát akkor nem tudtam megállni, hogy átugrottam, vagy belementem, úgyhogy... Tőled ered a mondás, de ettől nem engedik be az ajtó, hogy mondjuk, az ablakon. Hogy mondjuk a táborban, hogyha sok-sok gyerek össze van ott zárva, és akkor történnek esetleg nem, balesetek? Közelékén nem, vagy én szerintem úgy vagyok rá, hogy az ember erre rá stresszel, vagy erre gondolkoz, be is vonza. Aha. És én nem, abszolút nem. Szóval én lazán kezelem a tábort, nem... Jó, nem, értem, hogy odafigyelsz rájuk, csak hát úgyis történt valami. Mennek jobbra-balra. Ah, na jó. Na este van a kürt, az hazajön mindegyik. Annyira tetszik ez, tehát ha végül is a Farm VIP hívta ezt életre, hiszen ott azt élvezted, hogy kütyű nélkül vagy. Igen, meg a gyerekkorom. Természet lágyolén. Meg az, hogy ültem, és biztos mentek is van, hogy mi az, amit lehetne csinálni, és egyébként tök egyszerű dolgok ott vannak, mint azt mondja, hogy na, egy alátét, azt abból hány milliómos, vagy milliárdos lettél, nem tudom. És nekem az volt az, hogy mi az, ami, és akkor ott volt a három gyerkőc, és akkor gondolkoztam, hogy mi nincs nekik valójában, és akkor jött a pandémia, és akkor nálunk nagyon jól sült el, mert a Benny az végig kim volt az utcán, reggel elment, annyit láttam, hogy megy, visz egy bozót vágott, visz egy kés, mondom, úristen, vagány. Mi történik ebben az utcában, mondom, valaki csak és hogy érkezett haza? Anélkül. És akkor ásó, és aztán kiderült, hogy ilyen 800 méteren végig egy ilyen susnyásba csináltak utakat, bunkert, házakat mindenkinek, eszmetlen jó. De menő. És akkor jött nekem az, hogy végülis a mai gyerekeknek nincs ez a klasszikus gyerekkor, ami nekünk volt. Fára mászunk, a bunk is. Icigvizünk, bunkerozunk, betörik a fej, eltörik a kézünk, ez nem hiányzik a táborban, de hogy ez vele járó volt, fölmész a fára, leesel, nem tudom. Én ugrálókötéllel próbáltam biciklizni, nővére mondta, hogy úgyse tudok, mondtam, hogy ne tudnék, úgyhogy ebből egy nagy vizé fejtörés lett. Ugrálókötéllel? Persze, külön közében van, hogy ne tudnék. Eredeti srác, hát én tudok úgy is. Frankon nem ér. Ad ide, kettő perc szóval. Én megfogom az ugrálókötelet, ült a bicik. Nem, az ugrálókötelet, így a külön közé, innen van becsavart. És akkor te nem tudsz, hogy de add meg. Elindultam, és akkor a gyerek nem, hogy letett a lábát, nem, el is neki a betonok, és jó a kapcsolatod a tesóddal? Nagyon, persze, hát visszakapta. Jaj, ezt akartam mondani, hogy azért utána arról már bátran nem beszél, arról azért az ötlete. De én most azon gondolkodom, hogy igazából neked ezek a tévéműsorok, vagy legalábbis sok tévéműsor, amiben szerepeltél, azok hoztak fordulópontokat az életedben, nem? Mert végül is, és akkor kezdeném az édes élettel. Igen.
Hát, nem volt jó élményed az neked? Mondtam, de nem. Nem? Nem. De akkor mondtam, miért nekem nem? Nekem nem. Mert az volt az első olyan, ahol... Igen, az abban az időszakban igen. volt, amikor ugye az eltiltás után voltunk. Igen. Ez nem volt egy jó időszakom, illetve én állítom, hogy nekünk ott az a házasság, az ott kezdett egy kisiklani abban a... De azért, mert túl sokat mutattatok magad? Nem is az, hogy túl sokat mutattunk, hanem felvesz az ember ott nyilván egy szerepet. Én például azért szeretem, hogy a műsorok, én mindig önmagam tudtam lenni, nem kellett semmilyen külcsi meg cicomázni, magam ugyanaz voltam. De sokszor rossz dolgokat hozott ez az édes élet, én azt gondolom, és ott kicsit ott elmentünk egymás mellett. A Bennyre nem volt rossz hatással? Bennyre nem egyébként, ott az elején nyilván szerepelt benne, azért aztán utána már egyre kevésbé. Csak én pont úgy voltam, hogy amikor mondtam, hogy amikor iskolás lesz a gyerek, akkor kivesszük, és akkor onnantól kezdve nem szerepel sehol sem. De akkor ehhez képest, hogy ez egy rossz élmény volt, mégis megmaradtál azon a vonalon, hogy reality műsorokban szerepelsz? Az egy teljesen más reality műsor volt az édes élet, mint tudom, egy Farm vagy egy Ázsia Express, az totálisan más. A Farm meg az Ázsia, azok teljesítmény reality. Igen. Valójában. Igen, ez meg hát nem, ott, uh-huh. ott, ez meg ott nem ott is, valami... és én bennem az volt akkor, hogy most miért is szerepelünk? Szóval, hogy és milyen teljesítmény miatt, vagy mi és miatt? És egyébként miért szerepeltetek benne annó? Hát ezzel már sokat beszélgettünk Szabinával, azt át is rágtuk, nyilván azt ezt inkább talán egy kicsit ő erőltette jobban, ő segíteni akart nekem azzal, hogy egy kicsit kirángasson engem igen ebből rossz helyzetből, és akkor ismételten legyen egy rendszer, úgymond az életemben, de nem, én ha lehetne, akkor biztos, hogy ezt kihagynám volna az életemben. És a szereplés, tehát ugye világbajnok sportolóként nyilván hozzászoktál egyfajta nyilvánossághoz, de az a típusú szereplés, amiket az elmúlt években, most már évtizedekben csinálsz, az mennyire a sajátod most már? Volt egy ív, én azt gondolom, hogy szerintem nekem ugye a Fun volt az, amikor így tényleg ugye egyedül szerepeltem benne, és tényleg amit mondott apa, hogy teljesítmény alapján van, az a saját magadra vagy utalva, te képességeidre, te kitartásodra, én onnantól kezdve így élveztem. Ahogy én így kívülről néztelek, vagy nézlek téged, az élsport befejezése után ez egy hosszadalmas útkeresés volt. Abszolút. A te életed. Ez a sport, ez egy kőkemény, rondát nem szabad mondani, de, kőkemény világ. És másra tanít meg, de egyébként egy burokban vagy. Uh-huh. És teljesen más, amikor kikerülsz egy civil életbe. És én azt gondolom egyébként, hogy a civil életben is így megálltam a helyem, és nagyon sok sportolónál az van, hogy nem tud mire kezdeni. Nálam ugye egy hátulütő volt, hogy én nagyon sok ajtót bezártam sajnos, valahogy ugye eltiltottak. És valószínűleg, hogyha nincs az életemben, akkor valószínűleg a sportnál vagyok, valószínűleg edző lesz. Akkor másképp cseng le az hát, egész. Biztos vagyok, hogy másképp is több ajtó nyitva marad, mint amit ugye így becsaptam magam után. De abszolút nem, nyilván máshogy csináltam a dolgokat, de én azt gondolom, hogy mindennek megvan az oka. Szóval, hogy én amiatt lett nekem egy ilyen fantasztikus kapcsolatom a fiammal, ilyen az élet ilyen a gyerekeimmel, mert nem egy hétvégi apuka lettem, hanem benne vagyok az életükben, és most sem egy hétvégi apuka vagyok, hanem hogy tök szorosan ott vagyok az életükben, minden nap beszélünk, nagyon sokat találkozunk, közös programok is vannak együtt a Szabinával is tök jó a kapcsolatunk, szóval, hogy abszolút úgy van, hogy mintha tényleg egy család lennénk, csak mindenkinek megvan a saját kicsi magánideje. Egyébként amikor mondtad az elején ezt a felosztást, hogy négy nap és közös programok is vannak, akkor pont ezen gondolkodtam, hogy én ezt azért úgy nagyjából ritkán szoktam hallani, mert vagy az van, hogy vasárnapi apuka lesz, igen. Az apukából, jó esetben hetente, de inkább két hetente, de az, hogy még közös programot is csináljanak a volt, vagy az anyukával, azt én ritkán hallom. Ez nektek miért volt fontos, és hogy alakult így? Szerintem ez egy intelligencia kérdése, illetve meg az, hogy ha nem a saját, itt félre kell tenni, én azt gondolom, amikor már gyerek születik, félre kell tenni a saját egódat. Egy ideig nekem sem ment, azt gondolom, de aztán most már totálisan félre tudtam tenni, és tényleg tök más dolgok fontosak, meg a prioritást élveznek. Nyilván sokszor megkapom, hogy jó, de hát akkor miért váltak el? Nem működött abban az életszakaszunkban köztünk az a kapcsolat, viszont mióta így külön vagyunk, nagyon sok mindent megtudtunk beszélni, és meg tudunk beszélni olyan dolgokat, amit akkor nem tudtunk megbeszélni, tök őszintességgel, nyitottsággal, nem anyázás van, nem ajtócsapkodás, hanem egy tök nyugodt beszélgetés. Nagyon klassz. És ez azt gondolom, hogy szerintem mind a kettőnknek egyébként való lesz kellett.
Egyébként, hogy ez megtörténjen, az, hogy épülni tudjunk, fejlődni tudjunk, a szabadon is tudjon fejlődni, én is szembe tudjak nézni a saját hibáimmal, meg tudjam vallani magamnak a hibáimat, szembe tudjak ebben nézni. Nagyon sokszor ez a legnehezebb egyébként, hogy saját magamnak bevalld a hibáidat, mert mindenki azt mondja, hogy én jó csinálom, mert én nagyon jó vagyok, de amikor így magadnak így bevallod, és így azt mondta, hogy na hát ebben hibáztam, szembenézni, az a kemény. Mondtál egy szót, csak ez akadt meg a fejembe, hogy az ember az egóját félretesz. Igen. Nyilván sokan azt mondják, hogy a gyerek összetartó erő, meg a gyerekek miatt legyünk, nem. Szóval ha a gyerek egy olyan légkörben van, hol tényleg veszekedés van, és ennek fültanulja, az nem jó. Akkor inkább legyünk külön. Én azt gondolom, hogy nekünk egyébként tényleg kellett ez, hogy külön legyünk, és hogy most egy kicsit így ketté vált az utunk. És ezért tud egyébként szerintem ez működni, hogy közös programokat tudjunk csinálni, a gyerekek látják, hogy van egy boldog anyuka, van egy boldog apuka, akik egymással is tisztelettel, méltósággal tudnak beszélni, tudnak program, meg tudják egymást ölelni, és nem a köpködés van. Ez párját ritkítja, tehát annyira szépen és intelligensen és szívet melegetően csináljátok ezt, de a négy napok valóban beszédesek, a közös programok. Hogy nem merül fel a három gyerekből legalább Beniben, hogy hát ez ennyire jól működik, akkor apa, anya. Mert ő meg egy rendkívül izgalmas kisfiú, aki ennek biztos hangot is ad. Nagyon. Miért nem vagytok újra együtt? Nagyon. Olyan érdemi időt és olyan mélyen. Nem szokott erről már úgy nagyon beszélni. Nyilván tudom, hogy neki is az az álma, meg az, hogy újra együtt legyünk. De én azt gondolom, vagy azt próbáltuk neki elmagyarázni, hogy ebből nekünk is maximálisan tisztában kell lennünk. És azokat a dolgokat, amiket egymásnak okoztunk, fájdalmat, azt tudjuk megbeszélni. És tudjunk egymásnak megbocsájtani. Amíg nincs megbocsájtás, addig felesleges bármit is újrakezdeni, mert nem tudod, mert előjönnek. Sokáig volt harag benned, vagy köztetek? És az volt, akkor mi az, ami hát volt, nyilván volt harag bennünk, meg indulat. Indulat. És inkább, tudod, és az szerintem az a legrosszabb egyébként, az a tápláló, tudod, amikor egy harag vagy indulat táplálja az embert, annál nincs rosszabb, akkor az ő lelke is, teste is, minden rámegy erre az egész dologra, úgyhogy azt le kellett tenni. Ez önértékelés, meg nagyon sokat dolgoztam magam. Erre vagyok kíváncsi. Tehát, hogy sikerült neked? Hát például a sporttal. 2 éve találkoztunk, amikor futottunk a szigeten, és akkor ugye még nem volt szó arról, illetve pletykák voltak, hogy megromlott a viszonyotok, de még akkor különköltözéses szó nem volt. És most mondom visszamenőleg, a mai képhez képest rajtad volt a téli medve jelmez. Rajta. Hát én nagyon... 10 kilóval könnyebb vagyok most. Így van. Finoman fogad. És az, pláne egy sportoló esetében azt jelenti, hogy pszichésen nincs a topom. Persze. Tehát akkor visszatértél az edzésekhez kőkeményen? Edzek, tényleg minden, nem minden nap tudok, de egyébként tényleg edzem, odafigyelek magamra, táplálkozásra is. Vésli tészta. Vésli tészta, igen. Az a gyerek. Jó, az a gyerek. A gyerekek, amit én eszem, az nagyon nem eszik, mert ez túl egészséges, úgyhogy nem, úgyhogy tényleg a étrendre is odafigyelek. Nem tudom, egy hónapja nem eszem húst, egyszer nem tudom megenni, valami jött. De vannak ilyen időszakok az ember. Van egy időszak, de azóta meg tök energetikus vagyok, meg tök jól érzem magam. Tehát egy kicsit vegetáriánus lett. Kicsit, igen, azt gondolom. Ja. Jó, néha maradék sonkát megeszem, megcsipegetem, de egyébként már ez a Kucsere Gábor. Egy hónapja nem. Jó, néha a sonkát megeszem. De mit tudom, most ott maradt egy katonyányi kis sonka. De én úgy láttam, és azért úgy azt hiszem, hogy van szemem ahhoz, hogy azt igaznak láttam az Ázsia Expressben, hogy te oda feldúltan érkeztél. És ahogy vége lett, tehát ott, ahogy ugye végigcsináltátok, és megnyertétek Dáviddal, Tóth Dáviddal, addigra, mint hogyha, hogy megváltozott volna az arcod is, az meg valószínűleg a belső lényed is. Én azt láttam, hogy ott egy valami folyamaton végigmentél, és én kíváncsi vagyok, hogy ez tényleg így volt-e? Jól láttam el, hogy mi volt ez? Mi játszódott ott le benned? Ezt jól látod nagyon. Én azért is vállaltam egyébként el, mert hogy éreztem, hogy úristen, ki kell szakadjak már, ezt így nem bírom. Ugye a média, amit ott nyomott folyamatosan rólam,
azért az kemény volt, bár egyébként nem olvasom, szóval nekem például az oldalam úgynak beállítva, hogy minden médium letiltva, úgyhogy semmilyen hírfolyam nem jön szerencsére hozzám, híreket nem olvasok, kommenteket végképp nem, de hát azért mindig a haverok küldték, hogy nézd meg, megint, mondom, jó, mindegy, és akkor abban nagyon rossz paszban voltam egyébként lelkileg eszméletlenül, és mondtam, hogy mindegy, hol írjam alá, tök még mit írok alá, hol írjam alá, és megyek. És aztán elindult a játék, és akkor igen, akkor én nagyon-nagyon-nagyon rossz paszban voltam. Én pont azért vállaltam el ezt a játékot, mert tudtam, hogy itt a komfortzónából nagyon-nagyon ki kell mozdulni. És azt gondolom, hogy az embert az viszi előre, ha mindig a komfortzónádban vagy, akkor nem történik meg hát semmi sem. Írnak az életből igen, is, és ugye a telefon kikapcs, igen, meg mindent. És hogy kiléptem a komfortzónámból, és nekem ott történt a változás, amikor ténylegesen ki tudtam lépni, amikor már átmentünk Guatemalába, és akkor volt egy 24 óra, amikor tök egyedül kellett legyek. Na, nekem ott történt egy olyan váltás egyébként bennem, addig én lelkek nagyon nem voltam jó, meg jó van, csináljuk, Szafi elhalandzsázott, beszélt, meg spanyol egy-két szót, jó, stoppolj, csináld, majd így csinálom az erődolgokat, vagy nem tudom, feladatokat. És akkor utána volt, amikor így külön választottak minket, és akkor nekem egy 24 órát Guatemalába kellett szállást, kaját, stoppolni, játékot megcsinálni, a piacon megtenni. Rohadtul nem volt idő. Rohadtul nem volt az egész. A lelkeddel igen, az, hogy az is, na ott. Szegény Gabi, most igen, és akkor ott nagyon szomorú, amikor mondták, hogy na mondom, jó, én most kóla repjei, azon melyik én szemben fogom tovább játszani, de annyira állás vagyok, hogy akkor ez így megtörtént, és nekem ott valami. És ott este befogadott egy család, hát négy nő meg egy apuka, és így, tudod, így nem akarom a részletet. Bekopogtam. És akkor így lányom meglátták a kamerák, meg elmagyaráztam nagyjából, hogy ez milyen műsor, és ugye Amerikában is ezt szokták nézni, nem tudom, és úristen, de jó, hát a lány az egyből gyere be, tapuka megnáltott, go innen ki, jó, és akkor ezt én nem hiszem el, és akkor csak eltelik 5 perc, és valaki trappol utána, és utanám a lány, hogy gyere, megfűztem aput, vagy jó, és bementem, és akkor ott volt a két apukának a két lánya, egy bejárónő, meg valami családbarát volt ott anyuka, elváltak, nem volt anyuka, nem tudom. Na mindegy, és apuk elment focizni. És én ott maradtam, és egy olyan jó estém volt ott egyébként, annyira ez a család, ez a szeretet, ez, hogy fogadtak, hogy beszélgettünk, és itt annyira egyszerűen így átlibbentem a túloldalra. Hát aztán apuka nem annyira boldog, hogy jött haza, amikor így kiderült, hogy hogy vannak a saját puffjában, nagy székében, én ott. Ja, te ott beültél? Én beültem, és így beszélgettek ott a nők, a lányok, én meg így lefülődve, ott ülök a köntösébe szinte, és na, jó, fogok este 11-kor kell gerebézni, a kertben, nem akar bejönni. Egyrészt nyilván vesztetek, másrészt hát ne töltötted a családfőt azon. Nagyon vicces volt, és tényleg valahogy átmosott. Ott át, én annyira feltöltöttem, és onnantól kezdve, hogy mentünk, és ott meg is nyertem ott a játékot, hogy másik lettem, de tovább mentünk, és onnantól kezdve egyszerűen elkezdtem élvezni, és lezártam mindent. És egyébként ott meg nagyon érdekes volt, ugye, hogy pont Guatemalában voltunk, a befutó, egy hatalmas hegyen egy papot kellett elvinni a kolostorban, a hatalmas kereszt, előtted Guatemala, és hogy nem tudom, amikor így megnyertük, meg így vége volt, azt éreztem, hogy így az is így szakadt, hogy kiszakadt belőlem minden. Éreztem, hogy egy rohadt nagy súly, egy teher. Ez egy nagyon nagy pillanat volt. Egy lejött rólam, és azt éreztem, hogy így felszabadultam. És egyébként azt is éreztem, képzeld el, hogy szerintem, tudom, hogy nem olvasod a kommenteket meg minden, de az volt az érzésem, hogy a közönség számára is ott átfordult valami veled, vagy akár a megítéléseddel kapcsolatban, mert egyrészt az a hosszú hetekig tartó küzdelem nyilván az egyfajta teljesítmény, de másrészt az a pillanat, mondom, amit ott nézve a tévét nagyon sokan átélhettünk veled együtt, az szerintem fordított valamit. Nem tudom, hogy te ezt érezted. De egyébként az nagyon, nagyon nagyot így fordított rajta, meg. Nem vagy egy igazi élsportoló alkat, azt tudod egyébként. Mert? Miért? Mert minden fizikai adottságot tökéletes, de túl lelkis vagy. Igen. Ez azért az élsportban nehéz. Nekem gyerekként megmondta az edzőm, amikor már értem sikert, hogy figyelj kucsi, ha nem leszek kőkemény, akkor el fognak taposni. De nem tudtak, szóval meg tudtam maradni emberként, meg nem kellett át a csapattársaim, hogy én érvényesülni tudjak.
És én nagyon sokat vívottam dolgokban, és igen, egyébként ilyen tök lelkis csávú vagyok, ezt kifele is tök jól szoktam leplezni, de egyébként igen. De nagyon közvetlen és derűs, tehát a lelkiség ide vagy oda, vagy érzékenység, amire Laci utal, de mindenki boldog lesz a környezetedben. Szerintem ezt érezted meg ott Guatemalában, abban a családi estén. Tehát, hogy nem csak a könnyek voltak beszédesek, mert hogy egy ország zárt tényleg a szívébe, és nem csak a hölgyek. Úristen, ez az óriás Adonisz a maga 2 méterével, tehát ott sír, mert nem hiszi el, hogy győzött, hanem hogy derűt árasztasz. Nem tudom, valóban azóta lehet-e így, de egy ilyen közvetlen srác vagy. Biztos érzed, nem, hogy én szívesen vagyunk a környezetedben. Nézd meg, mindenki hogy... színes lett. Megjöttél és megfiatalod. Azért az ütős. Ő kezdte. Rózsaszín szemüvegen. Azzal a pulóverrel ezt a színesedést. Színes egyénység. És tényleg az van, hogy egy olyan változáson mentem keresztül, hogy az érzéseimről nem az, hogy szeretek beszélni, vagy ami éppen bennem van, azt kimutatom, elmondom, és ez idő kellett egyébként. Szóval levetközöm ezt a macsú. Lehet, 2 éve nem biztos, hogy szeretetek volna a közelemben lenni, mert nem azt a pozitív benyomás, pozitív energiákat. Várjál, most a Tomi rám nézett egy pillanatra. De nem az az a megkeseredett, megtört. A szeretet ott volt, ahogy futottunk egymással, semmi baj nem volt. Csak futottam egy fiatalember mellett, aki így szórta a szavakon kívül a mínusz jeleket. Pontosan. Tehát éreztem azt a negatív aurát, de most egy teljesen más... Meg akarsz ülni, Laci? Igen! Gyere, megjönnek, oda neked pozitív energiát! Én is szeretnék! Pozitív energiát! Ekkora vállat nem lehet! Hát a Vanda azért csak élt az alkalommal. Nem, ezt egyébként a Laci nagyon jól érzi, mert hogy igen, azért mondom, hogy nem biztos, hogy akkor van sokan szeretek volna. Próbáltam, mint tartás, mert hogy egy sportban legyek tartása, de az, amit kifele sugárzom, meg a beszéd, szóval a szavaknak eszméletlen nagy ereje van. Hol laktok most a gyerekek? Gyerekek Veresen laknak. Az a bázis. Az a bázis. Igen. Igen. És akkor én bent lakom Pesten, és akkor... Jó, hogy a gyerekeket nem is mozgatjátok. Nem, abszolút nem. Ez az okos. Abszolút azért. Nem. Mozogjunk. Hát őnek itt tehát, ők ott vannak a saját szerelők. Nincsenek kibillentve ebből a környezetből, ők ott fekszenek. Ez tényleg kivételes. Kelnek minden nap, oda járnak iskola, bölcsi, óda, ott vannak a haverok, úgyhogy pont tényleg úgy nincs az, hogy rángassam, és akkor kocsikázzak velük. Nem. Mindenki akkor szépen megoldja azokat a napokat. Amikor ezek történtek, annó emlékszem, olvastam cikkeket, hogy egy ideig az anyukádnál laktál, vagy igen. Az milyen élmény volt? Hát így mindig mondod, hogy 41-40 évesen visszaköltözöl a vizére. Na, de értem, hogy kíváncsi. Imádtam, egyébként nagyon szerettem, mert édesanyám szerintem, hogy hazamész, jó, akkor kajaljön, és hol vagy? Hát, az a plusz 10 kiló? Dolgom van. És akkor, de hogy hol? Hát de hol vagy? De mondom, anyu, hát na hát, ha már itt hol laksz, akkor visszakapcsolatotok van. Micsoda? El kell mondjanom, hogy hol voltam. Mikor jöttél haza? Mondom, Inkább feleség, inkább feleség. Bulit csinálhatnál? Ne, ez a bohás, semmi. Úgyhogy az inkább egy ilyen kényelem volt, persze, és akkor... Meg valószínűleg át is vezetett ezen a periódusban. Át is vezetett, de egyébként nekem például tényleg utána, hogy most egy egyedül lakom, nekem tényleg ez is hiányzott, az, hogy tök egyedül legyek. Hát amikor egyedül elkezdtem lakni, akkor hát első éjszaka után átmenekültem viszonyékhoz, de hogy nagyon furcsa volt első. Úristen, nagyon. Hát ilyen, se internet, se tévé, semmi nincs, és ez egy pont így jó, így kellett nekem, és nagyon oda tudtam magamra figyelni. Szóval azért az így kemény, amikor így esténként ülsz, aztán potyognak a könnyeid, mert hiányoznak a gyerekek, és akkor nem lehetsz velük, mert hogy igen, és akkor ez ne. De ez egy tök jó ilyen önértékelési dolog, amin át tudtam menni, és ez kellett, és ez sajnálom, hogy ez kellett,
hogy ez így észhezt érítsen, de hát valakinek kellene ilyen nagy pofonok az életet. Azóta viszont képes vagy egyedül lenni, sőt élvezed önmagad társaságát, és hogy nem vagy társfüggő, mondjuk ki. Azért nem ketté volt, van egy tükör, azt magammal beszélgetek. Ez jó. Soha többet ne akarj megölelni. Most már félelmetes. Szóval nézed a Kucsera TV-t este. Bekameráztam, én is nézem magam vissza. Nem, egyébként ott egyébként tényleg valami történt velem ott Guatemalában, egyébként is tényleg ilyen valami érzés volt. Ez az emberek egyébként kevésbé tudnak erről így beszélni, meg nem tudom, de azóta egy kicsit úgy, hogy az Úr felé úgy így jobban elkezdtem. Én Bibliát olvasom például. Életemben nem gondoltam volna, hogy a Bibliát fogom olvasgatni esténként, de valamiben így megtaláltam úgy a hitemet, meg önmagamban, és egy nagyon nagy erőt ad nekem egyébként. És nem gondoltam volna, én se. Lesz még gyereked? Nem. Nem? Nem. 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 Bár mondjuk ezeket a jó géneket átadni. Vétek nem átadni. Most? Na, végig ez a tévé a tükörben. Jó vagy. Ugye, jó vagy. Új Kucsera TV, a Delta új változata. Ja, Delta. A Delta, az ölelést éreztem. Tehát az nem szeretnék már egyébként több gyereket. A három, ez a három csodaszép, jó sikerű gyermek, ez bőven elég. Úgyhogy rájuk szeretnék csak fókuszálni. És ezt hogy fogod megoldani? Mert azt tuti, hogy ezen is jár az agyad, amikor egyedül vagy otthon. Ezt hogy fogod megoldani? Ezt hogy fogod megoldani a magánéletedbe? Mert még, dacára annak, hogy van három gyereket, te nagyon fiatal vagy. Képzeld, hogy ezen abszolút nem gondolkodom. Annyira másodlagos most az életemben ez, hogy most nekem legyen valakim, vagy párkapcsolatban legyen. Időd sincs rá? Vagy időd lenne? Időm lenne azokban a napokban, amikor nem a gyerekekkel vagyok. De valahogy úgy vagyok, hogy ez nem működőképes lehet. Szóval, hogy három gyerekkel egy apukát felvállalni, vagy... Szerintem egyébként, most ezt nagyon komolyan mondom, Kucsi, szerintem az, hogy neked van három gyereked, és részben te gondoskodsz hétköznapilag a gyerekeidről, és nézd meg, ahogy a női társam bólogat, szerintem ennél szexibb dolog van. Nem sok. A legvonzóbb. Nem tudom, nem, abszolút nem is gondolkoztam ezen, és nem is, nem arra megy az út hogy én nekem valaki másom legyen, meg más párkapcsolat felé nyissak. Most abszolút magamra koncentrálok, meg a gyerekemre, meg az életemre. Szóval, hogy végre elindult az a mélység, az a gödör, ami nekem így, mit tudom én, így a pandémia óta így elindult, vállalkozások, minden, csőd, nem tudom. Így nagyon-nagyon ez a három év, meg itt a párkapcsolat, ez egy nagyon hatalmas utazás volt, egy rossz utazás volt, és egy hatalmas tanulság volt, és inkább most tényleg az, hogy egy biztos, stabil hátteret tudjak nyújtani a gyermekeimnek. Hogy én is az is látszik, hogy egzisztenciálisan erősöd? Igen, ez is látszik. Szóval, hogy asztalos műhely megy még? Asztalos műhely, már nincs meg az asztalos műhely, azt eladtam. Sajnos jött a háború, fa háromszorosa, azt még tudod el lehetett adni, aztán jött a gázemelés, kitermelhetetlen volt. Most van a táborok? Van a táborok, amik ugye nyáron kezdődnek, hogy vége az iskolának, úgyhogy a nyári szünet elkezdődik, akkor vannak a táborok, most lesz majd négy tábor, lent Nagyvázsonyban, és mellette csináltam fönt Törökmezőn egy kalandparkot, azt üzemeltettem. Azt idén is mit jelent szeretném. Kalandpark, hát tudod, a drótkötelen való mászkálás fákon össze-vissza. És az ilyenkor télen is megy? Vagy télen nem, télen az nem, az csak nyáron megy. Hát nyáron nem, az nem nyáron megy, hanem ahogy elindul a tavasz, hogy elindul a jó idő, az őszig végül is megvan. És akkor mit tudom én, három hónap, ami így lauf, de nem, tehát ilyen csapatépítés. És ez nagy? Nagy. A szemben a Törökmezőn a turistaháznál egy hatalmas terület. Kismaros és Nagymaros között van fönt, felé föl kell menni. Nagyon szép. Gyönyörű. Úristen, imádok oda menni, ott fent lenni, úgyhogy szerencsére tök jó, hogy azt tudom csinálni, amit szeretek. Ilyen csináltam, van egy ruhamárkám,
Ami rajta, ugye a bizonyos pulcsi. Ez a szerény. Nyilván ez egy ilyen kezdetleges, de mindig vágtam. Egyébként ez nagyon szerény is van a fán, tehát ez valószínűleg akkor született meg, amikor a Kucsi TV-t a tükörben néztek, szerkesztetted. Most ez komoly. Egyetlen, szép vagyok. Egyrészt vagy az egyetlen. Tök jó. Betű elfér. Most Kucsára Gábornak a ruha, miért kell ruhamárka? Valahogy mindig is így úgy voltam vele, hogy ezeket a megszokott ruhadarabokat mindenki hord, nem tudom, ezeket nem szerettem, és mindig akartam magamnak valami más csinálni. És a színekről is te döntesz? Színekről, van egy egyébként egy társam ebben, aki nyilván 10 éve ezekkel foglalkozik, szóval hogy ne az legyen, hogy fejest ugrok egy olyanba, mint egy asztalos művel, hogy hogy fát akkor láttam, amikor úszott a Dunán, és ennyi kb. Jalulásányvezés. Ez így tanulgattam, nagyon-nagyon szerettem egyébként, ezek nagyon-nagyon kikapcsolt, és akkor ő ebben egyébként nekem segít, csak ő szeret a háttérben lenni, úgyhogy... Hát akkor konkrétan élvezed is, hogy élvezem, nyilván hogy ez színű, egy úgy, szeretek faszon. Új dolgokba csöppenni, egyébként szerintem egy ilyen vállalkozó szellemű vagyok, hogy aztán azóta, mióta kiléptem a komfortzónából, egyszerűen mindig szeretek kilépni, azt gondolom, hogy ez visz előre. Én vállalkozó szellemű típus ember vagyok. Nyilván valami bejött, valami nem, de hát aki nem próbálkozik, az nem de is... De ez csak férfi ruházat? Nem, ez unisex, úgyhogy van női. Vanda. De jó. Te is felveheted. Te is, igen. Én szeretném. Halloween-nek kérre, jó lesz. Na, hát Kucsera Gábor divat tanácsadót hallottunk. Vanda a Halloween-nek, tessék. Halloween-nek. Csoda sztájlisztet. Hidegebb időszakokra. Egyrészt most igazán jó volt látni. Na, köszönöm szépen. És hajrá előre. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Köszönjük szépen. Kösz, hogy itt jártál. A Deltáddal együtt. A Deltáddal együtt. De tényleg, hogy a Vanda azonnal. Én is. Hát de ne viccelj. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.